Az utóbbi néhány hetes spirituális passzivitásba való elvonulásom során mik voltak azok a lényeges magyar közéleti események, amelyeket nem lehet szó nélkül hagyni? Hát nem tudom, talán együtt eszembe Juhász Péternek a visszatérése. Nagyon nagy örömmel és röhögések közepette vettem tudomásul, amikor a partizánba bement, és akkor elmondta, hogy neki mi a jövőre vonatkozó terve most a demokráciával, és erről eredetileg nem akartam beszélni, de fogok a következő videóban. Azt gondolom, hogy néha könnyedebb, viccesebb témákról is érdemes értekezni, nem csak ilyen komoly dolgokról, mint Orbán Viktor. És bevallom, most, hogy sok-sok héten keresztül nem hallottam Orbán Viktor hangját, kicsit-kicsit már kezdett is hiányozni. Egy belső ürességet, egy űrt éreztem magamban, amit a miniszterelnök úr hangjának és gondolatainak ki kell töltenie. Ezért vagyok itt, ezért beszélek most az aktuális jó reggelt Orbán Viktor Magyarországgal című kádárdíjas díjas Matiné műsorról. De ha őszinte akarok lenni, a néhány hetes szünetemet nem az jelentette, hogy spirituális elvonulásom voltam, hanem egy koncepcionális átdolgozáson ment keresztül a videócsatornám arculata. Átgondoltam, hogy merre akarom vinni ezt a csatornát, mik a céljaim vele, mi az a hang, amivel én konstruktívan hozzá tudnék járulni a magyar közélethez. És nem mellesleg az outromnak, a videó végén látható és hallható kis videóösszállításomnak a teljes koncepcióját át kellett dolgoznom, editálni, megmásítani, és ez rengeteg, rengeteg szellemi, és fizikai munkába tellett. Aki végignézi a videót, az látni fogja, hogy mi ez a kardinális változás az autrómba, ami ennyi időt vett igénybe, hogy több hétig kellett gyakorlatilag szerkeszteni és editálni, de most nem ez a lényeg igazából, hanem az, hogy mit mondott Orbán Viktor, és miért jattolt a vietnámi elnökkel. A kulcs gondolata és a központi eleme a legújabb jó reggelt Orbán Viktor Magyarországgal című hadárdíjas műsornak talán úgy fogalmazható meg, hogy a kultúrharc fontosabb, mint a pénz. De ha még pontosabbak akarunk lenni, akkor azt mondhatnánk, hogy a kultúrharc sokkal fontosabb, mint az európai integráció. Hamarosan kezdünk! Kezdjünk! Intenzíven indult az év diplomáciai szempontból a hétvégén is Budapestre látogatott előbb a szlovák, majd a vietnámi miniszterelnök, és az Európai Parlamentben is több ülésnapon, több témában kiemelten téma volt Magyarország. Ezekről is kérdezem a következő fél órában Orbán Viktor miniszterelnököt. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, Jó reggelt kívánunk, a kívánunk a miniszterelnök a úrnak! Ez az első interjúnk az idei évben, de már túl vagyunk a szlovák és a vietnámi miniszterelnöki látogatásán. Ugye egy Európai Uniós kormányfő és egy ázsiai ország kormányfője látogatott hazánkba. Az igen, nem semmi felkészültségről ad itt tanúbizonyságot. A független újságíró mielőtt feltenné az álkérdését, tanúbizonyságot ad arról, hogy ő nem csak az ideológiai térképen, hanem a földrajzi térképen is el tudja helyezni bizonyos országokat, úgy, mint Szlovákiát Európába, Vietnámot pedig Ázsiába. Nem semmi, hadd halljuk, hogy milyen álkérdéssel szolgál ezután. Előrevetíti ez azt, hogy milyen évre számíthatunk diplomáciai szempontból? Sűrű évre számíthatunk. Jövő héten itt van a Moldávok miniszterelnöke is Magyarországon. És Magyarország megkezdte az előkészítését annak a hosszú menetelésnek, oh. hogy július 1-től az év végéig Magyarország adja az Európai Tanács soros elnökét. Na, itt két érdekes dolog is elhangzott már az elején. Ugye az Európai Bizottság soros elnöke Magyarország lenne, de a jogállami kritériumok, illetve a korrupciós gyanúk miatt és az intézményi hát furcsaságok miatt napirenden volt az Európai Unióba, hogy hát mégsem kéne egy ilyen uniós latorállamnak adni ezt a pozíciót, és erről nem tudom, hogy történt a -e döntés, vagy még megfontolás alatt áll, de Orbán Viktor mindenképpen azzal számol, hogy ezt a pozíciót Magyarország fogja betölteni, és őszintén szólva én is nagyon remélem, hogy Magyarország megkapja majd ezt a pozíciót, és itt nem lesz befeszülés az EU részéről. Mert én nem vagyok annak a híve, amit nagyon sokan mondanak, hogy minél rosszabb, annál jobb, vagyis nem osztom azt a logikát, hogy minél nehezebb pozícióba kerül Orbán Viktor rendszere, annál előbb jön majd el ennek a rendszernek a bukása. Ez egy ilyen komcsi ideológia, vagy hát egy ilyen trockista, akik úgy vélekedtek a fennálló rendszerről, hogy minél több nehézséggel küzd meg, minél rosszabb gazdasági környezetbe, illetve polgárháborús környezetbe sikerül taszítani az országot, ez a rendszer annál előbb elbukhat, és akkor majd jöhet a mi rendszerünk, a magyar baloldalon, vagy hát ellenzéki oldalon, ezt azért sokan vallják, és ezért nagyon sokszor drukkolnak Orbán Viktor ellenében, még akkor is, ha mondjuk a magyar válogatottról van szó, pedig annak aztán az égvilágon semmi politikai konnotációja nincsen abból a szempontból, hogy hozzájárulna a magyar válogatott veresége az Orbán rendszer bukásához. Mégis sokan osztják ezt az álláspontot, hogy minél rosszabb Orbán Viktor rendszerének, annál előbb meg fog bukni, ami a 2023-as évből kristálytisztán látszik, hogy ez nem igaz, és aki ezt a politikát vallja, ezt támogatja, az gyakorlatilag azt mondja, hogy minél rosszabb Magyarországnak, annál rosszabb Orbán Viktornak. Ami bizonyos pontokon még találkozhat is a valósággal, de nem gondolom, hogyha a nagy számokat megvizsgáljuk, akkor igaz lenne. Tehát én nagyon szeretném, ha az Európai Unió és Magyarország kapcsolata minél jobb lenne, ha minél kevesebb befeszülés lenne az EU részéről és Magyarország részéről is, és valamilyen módon rendeződni tudna ez a viszony de az tény, hogy az Európai Uniónak az aggájai, ami a jogállamiságba, a demokrácia deficitbe, a korrupcióba, a közbeszerzési csalásokon alapulva azért egy meglehetősen jogos felvetés, ami hatására ugye az Európai Unió visszatartja a pénzeket. Remélem ez a viszony nem fog elfajulni. És itt egy másik nagyon érdekes dolgot mondott Orbán Viktor, hogy itt nagy menetelésben vannak, utalva itt implicite Mao a nagy menetelésére, vagy ez csak egy elszólás volt, vagy én projektálok túl sokat bele, nem tudom. Minden esetre, ha ez egy frajdi elszólás volt, akkor nagyon érdekes. Ami nagyon intenzív diplomáciai munkát is igényel. Tehát ez egy nehéz diplomáciai szempontból kifejezetten sűrű év lesz. Ez egy furcsa képpal, megállítottam, mindegy, nem ez a lényeg. Az a pozíció, amit idén Magyarország betölthet az Európai Unióba, az egy nagyon fontos, felelős és diplomáciai szempontból sem elhanyagolható. És nagyon remélem, hogy ez hozzájárulhat a kicsit elmérgesedett magyar uniós kapcsolatoknak a javításához. A szlovák miniszterelnök látogatása az, az egy nagy esemény volt, egy kiemelkedő esemény mert egy a megválasztott miniszterelnök érkezett Magyarországra, aki úgy a megválasztott, hogy negyedszer választották meg. <laughs> Igen. Próbáltam összeszámolni a két oldalú találkozóinkat, 33-at találtam. És tudja, a mi szakmánkban, a, meg a nemzetközi kapcsolatokban, meg két ország viszonyában a, a folytonosságnak, meg a stabilitásnak van nagy jelentősége. Úgyhogy én mindig örülök, hogyha valami régi harcos visszatér valamelyik szomszédos országba, akivel már dolgoztunk együtt, mert vele mindig könnyebb, mint hogyha egy új partner kaptunk volna. Az új sem rossz, mert abból is kőhet valami nagyszerű. Például az új román miniszterelnök szerintem komoly lehetőséget tartogat a két oldalú kapcsolatok javítására, de azért az a régi harcosok visszatérése Harcos. megkönnyíti, egy lökést ad a két oldalú kapcsolata. Harcos társ. Nagyon érdekes Orbán Viktornak a retorikája, hogy mindig a küzdelemre, a harcra és ilyen erőszakos asszociációkban és képekben fejezik ki a mondani valóját. És Kelet-Európára nagyon jellemző az, hogy az újra és újra megbukott, leváltott a politikából eltakarodott politikusok újra visszatérnek, és újult erővel újra harcba indulnak, és megvívják a saját maguk kis küzdelmeit. Ezt Magyarországon mi pontosan ismerjük a vonagáborokkal, Juhász Péterekkel, és a hasonló nagy-nagy politikai harcosokkal, beszéljünk itt baloldalról, vagy jobboldalról, teljesen mindegy. És úgy látszik, hogy Orbán Viktor, aki az Európai Unióban teljes mértékben elszigetelődött, nagy-nagy örömmel fogadja a hozzá hasonló illiberális vezetőket, ha visszatérnek a hatalomba. Mivel velük már volt egy ideológiai egyezés, már hasonlóan módon korrumpálódtak, mint ő, és egy ilyen korrupt ideológiailag vele megegyező oldalon álló politikussal, hát Orbán Viktor mindig nagyon jól kijött, mint az újabb politikai szereplőkkel, akik még nincsenek betörve, nem sorvasztotta el a lelküket teljes mértékben a hatalom, és még nem kötötték meg Orbán Viktorral a kis politikai alkujaikat. Emlékszem még azokra az időkre, amikor sok vitánk volt Robert Fico miniszterelnök úrral, amelyeket szinte kivétel nélkül megoldottunk, felszámoltunk, valahogyan elrendeztünk. Igen, most eszembe jutott egy Telex cikk, egy ilyen nagyon rövid kis szemelvény Robert Ficónak a legújabb külpolitikai megnyilatkozásából, amiből hát nem az látszik, hogy Orbán Viktorral ilyen hatalmas nagy vitái lettek volna, hanem hogy pontosan ugyanazt gondolja, legalábbis külpolitikában, amit Orbán Viktor is mond, sőt, még talán nagyobb amplitúdóval, hol van ez a Telex cikk? Itt van a Telex cikk, amely Robert Ficótól idéz már a címében, akkor érhetne véget a háború, ha Ukrajna feladna területeket. Ez egy elég merész kijelentés, és meglehetősen orosz párti, azért ennyire explicit módon Orbán Viktor soha nem támogatta az oroszokat, ő ennél sokkal rafináltabb módon tette ezt meg mindig a beszédeiben. És akkor, hogy konkrétan mit is mondott Ficó, az kiderül a cikkből. Robert Ficó, szlovák miniszterelnök szombaton arról beszélt, hogy Oroszország Ukrajna elleni háborújának csak úgy lehet véget vetni, ha Kijev átadja területének egy részét Oroszországnak, írja a politikó. Idézett Robert Ficótól, mit várnak, hogy az oroszok elhagyják Krímet, Dombaszt és Luhanszkot? Ez irreális. Nos, lehet, hogy ez mégis mégiscsak a politika az a politikai kijelentések által is befolyásolva van. Így, ha valaki folyamatosan ilyen dolgokat hangoztat, hogy ez egy irreális követelés, hogy ezzel nem is szabad foglalkozni, hogy egyáltalán ez nem is lehet terítéken, annak önmagában politikaformáló és közbeszéd formáló ereje van. Ezt, ha egy politikai elemző mondja, akkor egyrészt nagyon fontos megvizsgálni, hogy előtte mit mond, és utána milyen kontextusba hangzik ezzel, de ha egy politikus mondja, akkor ezt önmagában nem lehet azzal lesöpörni, hogy ő egy ilyen politikai realista, és ez egy ilyen nagyon racionális elvárás. Nem, ez önmagában egy doktrina is. És ezek úgy gondolom, hogy nagyon veszélyes és nagyon árulkodó kijelentések, ahogyan Orbán Viktor részéről is az, amikor azt mondja, hogy azonnali fegyverszünet kell, és azonnali békekötés, amit Orbán Viktor 2023 nyaráig nagyon hangosan mondott minden ereztékből. nagyon érdekes megfigyelni, hogy azóta nem mondja. Ugye, amíg zajlott az ukrán ellentámadás, és annak volt valamiféle realitása, hogy Ukrajna itt visszaszoríthatja az oroszokat, és kiszoríthatja az államhatárain túl, addig Orbán Viktor a fegyverszünet és a béke mellett volt. Viszont, ahogy láttuk, hogy ez az ellentámadás nem volt sikeres, ez az ellentámadás besült, onnantól kezdve valahogy Orbán Viktor ezt már nem hangoztatja. Miért nem? Mert innentől kezdve már inkább az oroszoknak áll a zászló, és ha az oroszoknak áll a zászló, akkor nekik már sokkal kevésbé áll érdekükben a fegyverszünet és a békekötés, mert majd a jövőben sokkal előnyösebb háborús pozícióból tudnak majd tárgyalni, ha nem most történik ez a békekötés, hanem majd később, amikor adott esetben még több területet tudnak szerezni Ukrajnából, és még kétségbeesettebb vagy még nehezebb helyzetben védekeznek az ukránok. Ugye Orbán Viktor ezt sokkal finomabban csinálja, mint itt, ahogyan Ficó nyilatkozott a szlovák közszolgálati televíziónak. Folytatom a felolvasást. Ficó szerint valamiféle kompromisszumnak mindenképpen születnie kell majd. A politikus ősszel megválasztása. Előtt azt ígérte választóinak, hogy hatalomra kerülése esetén leállítja a fegyverszállítást Ukrajnába, megakadályozza Kiev esetleges NATO-tagságát, és ellenzi az Oroszországgal szembeni újabb szankciókat. Itt ugye azt figyelhetjük meg, amit Orbán Viktor is vonalakban val, ezzel a háborúval és Kiev politikájával kapcsolatban elutasít minden olyan intézkedést, amely Ukrajnának a nyugati betagozódását segíteni, úgy, segíteni, úgy mint EU-tagság, NATO-tagság, fegyverszállítás nekik, vagy az Oroszországgal szembeni gazdasági szankciók. Ezt Orbán Viktor is kézen közön, nagyon finoman, ravaszan mondja, és retorikájában ezt képviseli, Ficó pedig úgy látszik most sokkal explicitebb módon áll ebbe bele, Ficó most megismételte, hogy ellenzi Ukrajna NATO csatlakozási kérelmét. A szombati interjú épp a szlovák kormányfő és Denis Smihal, ukrán miniszterelnök szerdára tervezett találkozója előtt készült. Idézet következik Ficótól, megmondom neki, hogy ellenzem Ukrajna NATO tagságát és hogy meg fogom vétózni, mondta. Szerinte az ukrán csatlakozás a harmadik világháború alapját jelenteni. A szlovák miniszterelnök arról is beszélt, hogy, hogy szerint, a telexesek megint nem tudnak írni, hogy szerinte Ukrajna nem egy független, szuverén állam, mivel az Egyesült Államok teljes befolyása és ellenőrzése alatt áll. Ezután a világ egyik legkorruptabb országaként utalt Ukrajnára. Hát ezek nagyon komoly kijelentések, némi, némi, igazságtartalom tartalom is van bennük, de azért ez egy meglehetősen komoly csúsztatás, és mondhatni összeesküvés elméleteken alapuló hazugság, hogy Ukrajna az Egyesült Államok teljes befolyásolása és ellenőrzése alatt áll. Ez ugye egy ilyen mi hazánk szintű összeesküvés elmélet, és Nyilván a legtöbb jól működő összeesküvés elméletnek mindig van valamiféle igazság magva. Az Egyesült Államokra katonailag és pénzügyileg nagyban ráhagyatkozik Ukrajna. Ezért képes még a mai napig is Fenntartani ezt a védekező háborúját, de ha nem lenne szuverén ország Ukrajna, akkor nem ő döntene arról, hogy mikor akar védekezni az oroszok ellen és mikor nem, hanem az Egyesült Államok mondaná meg nekik, amire egy nagyon egyszerű cáfolatot találhatunk már a háború kirobbanása elején, amikor az Egyesült Államok nem Adott a kezdetben semmiféle fegyvert Ukrajnának, mivel nem látott nagyon sok esélyt arra, hogy meg tudja magát védeni ezzel a hirtelen jött inváziós kísérlettel szemben, és kimenekítési lehetőséget adtak Zelenszkinek, aki ezt elutasította, és fegyvereket kért ehelyett. Tudom, tudom, hogy az Egyesült Államok már 2014-től a krím annexiója óta elkezdte Ukrajnát felfegyverezni, de egyébként Donald Trumppal egyetemben ő is támogatta ezt a fegyverkezést, de ez önmagában teljesen nyilvánvalóan nem lett volna elég ahhoz, hogy ő sikeresen megvédje Ukrajna a ma is ukrán kontroll alatt tartott területeit. Ez teljesen nyilvánvaló úgy gondolom. Az a kijelentés vicó részéről pedig, hogy Ukrajna a világ egyik legkorruptabb országa, azt megint egy költői túlzásnak érzem. Ha azt mondta volna, hogy Európa egyik legkorruptabb országa, abban egyet lehet vele érteni. De megint feljön az a kérdés, hogy miért az Egyesült Államok befolyását hangsúlyozza ki, és miért Ukrajna korrupcióját hangsúlyozza ki, teljesen egyértelműen azért, mert egy Ukrajna ellenes, orosz párti retorikát és politikát akar folytatni. Azt szerintem elég magabiztosan és különösebb kockázat nélkül ki lehet jelenteni, hogy a 2022. február 24 előtti Ukrajna az Európa legkorruptabb országa. Ezt el lehet mondani. Viszont az orosz invázió óta ugye Zelenszky nagyon nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a nyugati integráció érdekében és a nyugati pénzek további bejövetele érdekében ezt a korrupciót megpróbálja visszaszorítani, visszafolytani, illetve büntetni. Hogy ez sikerült-e teljes mértékben? Hát egészen biztosan nem. Majd utólagos nyomozások során ki fog derülni, hogy milyen pénzek tűntek el Ukrajnában, a nyugati támogatásokból, illetve ezekről már most is tudunk, ezekről történtek beszámolók. Tudjuk, hogy a háború kirobbanása óta nagyon sok nyomozás történt korrupciós ügyben, és ezeknek meg is lett a következménye, rengeteg embert börtönbe csuktak emiatt. Tehát továbbra is egy korrupt ország Ukrajna? Igen, minden bizonyal az. Fontos és szükséges ennek a kihangsúlyozása? Azt gondolom, hogy egészen nyugodtan lehet erről beszélni, de ha egy politikus csak ilyen kontextusban beszél Ukrajnáról, korrupció, USA befolyás, NATO vétó, Európai Unióba való csatlakozás, nem támogatása, stb. stb., ezekből az elemekből azért össze lehet rakni egy meglehetősen orosz párti narratívát. Ahogyan a jó miniszterelnökünk, professzor Dr. Orbán Viktor retorikájából is ugyanezt figyelhetjük meg. Na de, visszatérve a főhősünkre. És már a lényegében csak pozitív elemei maradtak a szlovák-magyar kapcsolatoknak. Igen, ezeket pont most vettem végig, ezeket a pozitív elemeket. Nagyon régen volt ilyen, sok munkája van mind a két országnak, illetve a miniszterelnöknek. Sok-sok munka, abban, hogy így áll a sok, helyzet. sok rubel. És az elmúlt időszakban még egy. Robert Ficom előző miniszterelnöksége idején kötött nagy együttműködési csomag keretében eljutottunk oda, hogy 11 néhány év alatt ugye 601 néhány kilométer hosszú határunk van, ez a legrosszabb, leghosszabb határ. Ez a legrosszabb határ. Ah, Orbán Viktor itt egy frajdi elszólást hallhattunk, hogy a határ rossz. És ott volt 11 néhány határ átkelő, most 40 van. Ott úgy éltek okay. az emberek a határvidéken, hogy ha át akartak menni egyik oldalról a másikra, akkor volt, hogy 40 km kellett kerülni. Most ez, ezeket már mind felszámoltuk. Tehát abban szlovák-magyar egyetértés van, hogy a határmenti élet az egy speciális élethelyzet, és ennek lehetnek előnyei, meg hátrányai. Ez lehet rossz, meg jó is. Ha határ okay. elválaszt, akkor ez rossz. Ha határ összeköt, akkor jó. Mi van? Mi az, hogy ha a határ elválaszt, akkor rossz. Ha a határ összeköt, akkor jó. A határ definíció szerint arra jött létre, hogy elválasszon, hogy két dolgot egymással ne kössön össze. Határ összeköt, akkor jó. Hát a határ, ha nem is tud összekötni, de ahogy Orbán Viktor előbb is mondta, a határon lévő átkelő helyek, ha nyitva vannak, akkor az össze tud kötni. Persze itt megint szőrszálasogató vagyok, de Kontextus nélkül ez a kijelentés értelmezhetetlen, és itt jön az én jóhiszeműségem Orbán Viktorral szembe, hogy nem ragadtam ki a kontextusból teljesen ezt a félmondatot, csak egy poénkedvéért. Érteni vélem, hogy itt mire gondol Orbán Viktor, hogy ha több átkelő helyet teszünk a határra, akkor ha azokat megnyitjuk, akkor. Akár a határ valamilyen szinten össze is köthet minket egy északi illiberális szövetségessel, mikor köthet össze minket, ha mondjuk migráns bűnözőket kell átengedni az illiberális kollégának ahhoz, hogy politikai tőkét tudjon ezzel felhajtani. Egy ilyen esetben például két ilyen szövetséges határos illiberális államot össze is köthet a határ, és a közös politikai remények érdekében egyfajta együttműködéshez is elvezetheti ezt a két országot. Itt teljes mértékben egyet kell, hogy értsek Orbán Viktorral. Azt a másik dimenzióba kell kezelni. A régi vita Európában, hogy az ázsiaiak fölemelkedése, ideértve Dél-Koreát, ideértve Kínát, ideértve Vietnámot, az egy átmeneti jelensége -e a világgazdaságnak, vagy ez az élet új rendje? és mindig is azt gondoltuk, hogy ez az élet új rendje. Hú, ez itt nagyon érdekes. Orbán Viktor itt az ázsiai kistigrisekre és Kínára referálva felteszi a kérdést, hogy ez a trend, ez vajon csak egy múló trend, vagy ez a világnak az új rendje? És ezt nagyon sokszor megemlíti már, az utóbbi években, amikor ilyen politika-filozófiai, illetve jövő geopolitikai helyzetének a fejtegetésébe megy bele, de itt azt gondolom, hogy egy logikai buktába sétál bele minden egyes alkalommal, amikor erről beszél. Itt is azt mondja, hogy ez csupán egy múlótrend, vagy az új világrend. Nos, az egyikből nem következik a másik. Ez egy fals következtetés, egy csúszós lejtőszerű érvelési hiba, Attól, hogy felemelkedőben vannak ezek az országok, nem is felemelkedőben vannak, hanem azt lehet mondani, hogy elképesztően sokat fejlődtek az utóbbi évtizedekbe, de ez önmagában még nem jelenti azt, hogy az új világrendet ezek fogják meghatározni, és az unipoláris Pax Americana világrendet fel fogják váltani a multipoláris, illetve ez az Ázsia központú világrend. Ez szerintem egy érvelési hiba, amely nyilvánvalóan ideológiai okokból történik meg, mivel Orbán Viktornak ez a világrend: ha töredezőben van, ha recseg ropog, ha a nyugat gyengül, és a nyugat hanyatlóba van, és az alkonyát éljük, akkor nagyon könnyebben tud ideológiailag integrálódni a keleti szövetségeseihez. Itt mindig Orbán Viktor egy olyan csúsztatásban van benne, hogy gazdasági kapcsolatokra hegyezi ki, de nyilvánvalóan ezek a gazdasági kapcsolatok az ideológiai kapcsolatokat és a politikai együttműködést akarják csak elfüggönyözni. Tehát a nyugatnak meg kell értenie, hogy nem egyedül diktálja most már a nemzetközi élet, ideértve a gazdasági életet is, játékszabályait, hanem ez most már egy, ahogy szokták mondani, egy ilyen multipoláris világrendben zajlik majd. Szerintem ezt egyébként már a hidegháború során is belátta az Egyesült Államok, ezért nyitottak, részben ezért is, meg geopolitikai okokból nyitottak Kína felé, és itt Orbán Viktor megint a multipoláris világrend eljövetelét vizionálja, ami a nyugatnak, Európának, Magyarországnak elképesztően rossz lesz. Sőt, megkockáztatom, hogy a világ többségének nagyobb szenvedést fog okozni, mint a mostani unipoláris világrend. Ugyanis mit jelentene ez, ha az Egyesült Államok a vezető szerepéből ki lenne ütve? Ez nagyjából azt jelenteni, hogy a regionális nagyhatalmak vennék át az irányítást bizonyos pozíciókban, multipoláris világrend esetén itt beszélhetünk Kína regionális szerepéről, Oroszország regionális szerepéről, Irán regionális szerepéről, illetve Indiáról, Brazíliáról, ha a globális de dél vidékét nézzük, és ezeknek a csicska államairól, illetve ideológiai és politikai szövetségeseiről, ahova Orbán Viktor is tartozni szeretne. De hangsúlyoznom kell, hogy ezeken a regionális kiskirályokon és az ő csicska államain kívül én azt gondolom, hogy ez egy sokkal több konfliktussal teletűzdelt világot fog elhozni nekünk, ahogy már a jelenlegi politikai környezetben is ezt láthatjuk, kezdve az ukrán háborútól, a gázai konfliktusból, a hutikon keresztül, akármilyen terrorista zavargásokról is beszélünk, vagy a Balkánon lévő puskaporos hordónak a bármikori felrobbanásáról. Ahol megint Orbán Viktorról azt lehet elmondani, hogy azért nagyon-nagyon sokat halászik ott a zavarosban. Egyébként nagyon szívesen meghallgatnék egyszer egy olyan érvelést, amely a multipoláris világrend mellett érvel, úgy, hogy az önmagában nem egy USA-gyűlölő álláspontot képez meg. Nagyon érdekes lenne ezt végighallgatni, ezt az érvelést, és én őszintén kíváncsi vagyok rá, hogy mi szól a multipoláris világrend mellett azon kívül, hogy USA dögöljön meg, és rohadjon meg a mcdonalds együtt. És akármelyik elemzést nyitom ki, amely a jövőről szól, miniszterünknek dolga, hogy a jövőről szóló nemzetközi okoskodásokat és elemzéseket is olvassa, bármelyik elemzést olvasom, a, a mindegyik a leggyorsabban fejlődő tíz ország közé teszi Vietnámot. Érdekes itt Orbán Viktornak a retorikája megint, hogy nemzetközi okoskodásoknak nevezi ezeket az elemzéseket, illetve geopolitikai tanulmányokat. És az is nagyon érdekes, hogy mindig azokat a tanulmányokat veszi elő, amelyek kritika nélkül, vagy legalábbis minimális kritikával állnak amellett az álláspont mellett, hogy Kína Felemelkedőbe van, és az új világrendben egy nagyon fontos szerepe, egy nagyon fontos vezető szerepe lesz. Ugye a nyári ö, tusnád fürdői, tusványosi, mit tudom én milyen beszédén is már citálta a híres Harvardi professzornak, Graham Ellisonnak azt a tanulmányát, melyben ugye azokat a történelmi eseményeket vizsgálja, a történész, amikor az adott világrendet meghatározó hatalom ugye relatív hanyatlásba van és van egy ezt a pozíciót kihívó, felemelkedő hatalom, és azt mondja ebben a tanulmányában Ellison, hogy ezekben az esetekben a történelmi mintázatokat, ha nézzük, akkor a legtöbb esetben ez háborúhoz vezetett. Orbán Viktor ezekből a tanulmányokból és ebből a könyvből is mindig arra futtatja ki az elméletét és az eszmefuttatását, hogy ez USA hibája. És mindig elhallgatja a felemelkedő hatalom, ez esetben Kínának a felelősségét ebben. És megint itt lehet kihámozni Orbán Viktor retorikájából azt, hogy ő mi mellett áll, és hogy mi mellett teszi le a politikai állásfoglalását. Ugye szerintem, Tök jó, ha egy vezető politikus, egy ilyen meghatározó politikus, akár európai, akár világpolitikát veszünk, mint Orbán Viktor. Elemzéseket, geopolitikai tanulmányokat, történészi, eszmefutatásokat, olvas elemez, illetve tárgyal arról, hogy a, a mostani világ az miért alakult így, és merre vezethetnek a, a történelmi folyamatok, de ha ezt mindig egyoldalúan mindig egy valamire próbálja kifuttatni, hogy keletre kell nekünk ö, ö, nyitni, illetve a nyugat ö, felelősségét és hibáit kihangsúlyozva ö, ezt nem egy mérlegre téve ö, elemzi a történelmi, illetve a politikai eseményeket, akkor azt én nem tudom másnak tekinteni, mint egy ö, ideológiai orientálódásnak és egy nagyon sötét filozófiának. Az meg, hogy Orbán Viktor mindig okoskodásnak és egy ilyen intellektuális blablának nevezi ezeket a dolgokat, az megint az muta azt mutatja, hogy Orbán Viktor mennyire értelmiség ellenes és antiintellektuális, de hát ez megint a magyar néplélekből adódik, ahogyan a TGM megfogalmazta a magyarok Meglehetősen filozófia ellenesek. És a politikusokról is azt lehet elmondani, hogy a politikájukat sosem filozófiai és erkölcsi alapokból vezetik le, mivel ilyen szintű tudásuk nincsen is a világról, hanem önmagában csupán opportunista és politikai haszonlesésből. Ennyi. Ez 100 milliós ország. Nem érdekel cukrán háborúban is, pontosan ugyanazt mondják, mint mi magyarok. Említette, hogy intenzív diplomáciai évelé nézünk, és minthogyha a viták is egyre intenzívebbek lennének, amelyek Magyarország körül zajlanak, legalábbis az Európai Unióban és az Európai Parlamentben. Na, nagyon jó felvetés, nézzük, hogy az áll újságírónak mik az áll kérdései ezzel kapcsolatban. Ugye itt a jogállamiságról és a magyarországi demokrácia deficitről ő fog szólni, feltételezem a kérdés, és az EU Magyarország harcáról. Ugye több ügy is volt, amely el kapcsolatban előkerült a héten Magyarország, és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke úgy fogalmazott az egyik ilyen vitában, hogy a szexuális kisebbséget érintő jogokkal és a menedékjoggal kapcsolatos aggályok miatt visszatartott pénzeszközök addig maradnak befagyasztva, amíg Magyarország nem teljesíti az összes szükséges ezzel kapcsolatos feltételt. Mi az oka annak, hogy ezekben az ügyekben az uniós elit ennyire köti az ebetakaróhoz? Micsoda alá kérdezés. Nagyon nehéz dolga lesz ebből a kérdésből kijönni Orbán Viktornak. Nézzük, hogy sikerül neki. De ennek van egy aktuális oka, és van egy mélyebben rejlő oka is. Az aktuális oka, hogy választások lesznek. Tehát június elején európai parlamenti választás lesz, és számos olyan vezető van, aki túl akar élni. És igen. Ugye, amikor nincs választás, akkor lehet mismásolni a politikában. Különösen Brüsszelben szokás. Ez Magyarországon persze nem lehet, itt nehezebb szakma ez, itt, itt nem lehet elbújni. ez Magyarországon a politikusokból kikövetelik az egyenes beszédet. Ez... Itt kikövetelik az egyenes beszédet Orbán Viktorból két hétről két hétre ebben a Kádár János díjas Matinéműsorban. Itt nem lehet mellé beszélni. Még talán el is hinném ezt Orbán Viktornak, ha el tudná mondani ezt röhögés nélkül, de hát nehezére esik. Ez egy nagyon humoros kijelentés. Az igazság tartalmát nem is biztos, hogy mélyebben meg kell vizsgálni. Brüsszelben nem így van. Az inkább egy ilyen francia király udvarra hasonlít, ahol lehet bájológni, meg kitálnak egy külön nyelvet, amin értekeznek a valóságról. Milyen jól szórakozik az újságíró, milyen jókat röhögő is Orbán Viktornak a komikus kijelentésein és hát Orbán Viktor is jól érzi magát, hát nyilván saját rádiómban én is jól érzem magam. Uh, és De amikor jön a választás, akkor elutóbb szóba kell állni az emberekkel, és az emberek nem értik azt a brüsszeli tolvaj nyelvet, amin ottan zajlik az európai politika, ha el kell kezdeni világosan, érthetően és egyenesen fogalmazni. Na, hogy csak hogy próbáljam megérteni Orbán Viktornak itt a beszédét és az eszmefuttatását, ugye eddig arról volt szó, hogy jogállami vita van, demokrácia deficit, az intézmények nem úgy működnek Magyarországon, mint ahogyan az Európai Uniós normák ezt megkövetelnék, korrupció van, stb. Orbán Viktor azt mondja, hogy ez csupán az Európai Uniónak a csúsztatása, a tolvaj nyelven való beszéde volt, a kígyó nyelven megfogalmazott hazugságai. De most, hogy jönnek az Európa Parlamenti választások, most valójában előálltak a farbával ott Brüsszelben, és kimondták azt, hogy miről is szól ez az egész? Na miről? És ez történt az Európai Parlamentben is, viszont minden képviselő küzd az újraválasztásáért. Hogy van? Sonderláján elnökasszonynak is vannak ambíciói, tehát elő kell jönni a farbával. Na, mi a és farba? ez az ilyen elkenős, okoskodós, ravaszkodós beszéd, az szép lassan eltűnik, és jön az egyenes direkt, mondjuk úgy, hogy demokratikus beszéd. Meg kell mondani, ki mit akar. Na, mit akarnak? Eddig hazudtak, elkenték, ravaszkodtak, okoskodtak, de most, hogy jönnek a választások, most kimondták, hogy miről is szól az egész, miről szól, hanem a korrupcióról és a jogállami vitáról. És az elnök azt, hogy se tudta elkerülni, meg kellett mondani, mi a baj a magyarokkal. Na mi, Milyen a baj? a magyaroknak azt a pénzt, ami jár. Hát mert hungarofób, nem? Gyűlöli a magyarokat, egyetlen magyarnak a pofáját sem kedveli, főleg szerencsétlen Orbán Viktorét. És az elnök azt mondja, hogy végre világos negyes a két okból nem adjuk oda, mert a magyarok nem engedik be a migránsokat, meg nem engedik be az LMBTQ aktivistáikat a gyerekeik közé. Na bum, végre kimondták, de <laughs> Orbán Viktornak az eszmefuttatását még mindig nem értem. Miért mondták most el így, ha eddig ez egy tök jó fedő sztori volt, és eddig ezzel tudtak evickélni? Mi az, ami kikényszerítette belőlük az igazságot, hogy bevallják, hogy valójában LMBTQ propagandát akarnak Magyarországon, amitől Orbán Viktor megvédi ugye a nemzetet, és ezért nem adják az Európai Uniós támogatásokat, illetve ugye migráns bűnözőket akar az Európai Unió Magyarországra szabadítani, és ettől az akut terrorizmustól szintén Orbán Viktor meg akarja védeni a jó magyarságot. Most miért álltak elő ezzel a farbával, és miért nyomták egész végezt a jogállamiság blablát a francia királyi udvarnak a mintájára a brüsszeli bürokraták? Ez, ez így logikailag nehezen áll össze nekem. És ez európai szemmel nézve, hogy ők hiszik Európát, ez helytelen. És azt akarják elérni minden eszközzel, ideértve a pénzügyi nyomást is, hogy ezeket a törvényeket változtassuk meg. De mi nagyon higgadtan és nyugodtan nem tudunk mást mondani, csak az, hogy nincs az a pénz. Armi ide migránsokat engedjünk be. Tehát nincs ez a pénz, amiért meg fogjuk engedni, hogy ellakják tőlünk az országunkat. Ellakják. Nincs ez a pénz, amiért olyan hmm. állapotokat megengedünk, mint amit látunk a nyugat-európai államokban. Terrorveszély, bűncselekmények sorolhatnám tovább. Párhuzamos társadalmak. És nincs ez a pénz, amiért mi LMBTQ aktivisták kezére adnánk a gyerekeinket vagy az unokáinkat. Az lehetetlen. Tényleg, tényleg, ez, ez a baj az Európai Uniónak. Hogy nem akarjuk, hogy arab terroristák Tönkre tegyék a magyar tradíciókat, és ellakják tőlünk az országot, illetve nem akarjuk, hogy női ruhába és tolboába beletekert buzi aktivisták neveljék innentől kezdve a gyerekeinket. Ez, amit Orbán Viktor nem akar, és ez, ami mindennél fontosabb, őt nem érdekli a pénz, őt nem érdekli semmi, csak az, hogy ezektől megvédje a magyarságot. Akár az Európai Uniós pénzek, befagyasztása érdekében. Hm. Egy igazi patrióta. Hát, a magyar családokban ez elgondolhatatlan, hát mert ez a gyerekek nevelések, a szexuális nevelésnek a a dolgai azok mindig a családokra, meg a szülőkre tartoznak, ezt nem veheti el tőlük senki, az iskola meg különösen nem. Úgy meg végképp nem, hogy olyan emberekkel találkoznak az iskolába, akikkel otthon se, vagy az utcán se szeretnénk, hogy találkozzanak, ilyen mindenfajta szexuális agitátorokkal, akiket ilyen LMBTQ propagandistának kell nevezni. Tehát nem kell nem... <laughs> nevezni. Orbán Viktor ezt így megtanulta, hogy így kell nevezni. Mostantól kezdve ez az ellenség kép, és akkor ezt kell mondani. De hát tényleg az Európai Unió hogy gondolta, hogy attól, hogy tanárhiány van Magyarországon, és kevés pénzt kapnak, ami nyilván nem a magyar kormány felelőssége, onnantól kezdve ők kirendelhetnek tolboába tekert LMBTQ aktivistákat, nevezzük nevén buzikat, hogy mostantól ők neveljék. A pedagógusok és tanárok helyett a gyermekeinket valami degenerált, nyugati, elfajult gondolkodásmódra. Hát hol élünk? tudnak bennünket pénzügyileg megzsarolni ezekben a kérdésekben, mert ezek a kérdések a hazánk, hogy ki lakik itt, ki él velünk együtt, meg mi lesz a gyerekeinkkel, meg az unokáinkkal. Ez szent. Ezek fontosabb kérdések, mint a pénz. Ez min így, de így. ők azt gondolják, hogy pénzzel Magyarországot meg lehet zsarolni, Hogyan és el lehet venni ezen törvények módosítására, de ez nem fog menni. Micsoda áhítattal a szemében nézi a műsorvezető, újságíró Orbán Viktornak a beszédét, ez, ez mindenképpen inspiráló. Lehet mindannyiunknak. Kicsit itt Orbán Viktor nekem Elon Muskra emlékeztet, amikor egy panelbeszélgetésen kifakadta jó Elon Musk, hogy mit akartok ti izé Twittertől elpártoló szponzorok engem zsarolni? Pénzzel akartok engem zsarolni? Hát dögöljetek meg mindannyian, mondta a jó Elon Musk, és most Orbán Viktor ezt a fajta retorikát mondja vissza egyébként sokkal kulturáltabb hangnemben Brüsszelnek. Pénzzel akartok minket zsarolni? Hát nem fogjátok megrontani a gyermekeinket, és az országot ellakadtatni arab terroristákkal. Hát ilyet nem játszunk Magyarországon. Az választás helyesen egyébként, tehát nem baj, hogy előtt ezzel a bizottság elnök asszonya, mert az európai választás pontosan ezekről a kérdésekről fog Pontosan ezekről fog. A családjainkról, nevezzük ezt gendernek, meg a háborúról. És épp itt volt az ideje, hogy nyíltan és egyenesen beszéljenek. Igen, tényleg. Erről szól minden választás Magyarországon és Európában is a kultúrharcról. Legalábbis, ha jobb oldaliakat hallgatunk meg, és nagyon jól látszik, hogy a nyugaton azért ez a fajta kultúrharc már elhalóban van. A jó Ron DeSantis, ő, aki a politikáját egyetlen egy dologra fűzte fel, pontosan erre a kultúrharcra, ez egy darabig még működött is, amikor a floridai nyugdíjasokat kellett erről meggyőzni, hogy a, a Disney fogja megrontani a fiatalságot és mindent, ami jó az Egyesült Államokban, de nagyon jól látjuk, hogy az utóbbi napokban besült ez a politika nem kapott megfelelő támogatást a jelölőgyűléseken, Santis és hát kénytelen volt visszalépni, aki az egész nyamvat politikáját a kultúrharcra fűzte fel, de Magyarországon, ahol a kultúrharcnak ugye a nyomait, vagy az előszelét sem látjuk, ez a politika működőképes. Ugye azt szokták mondani, hogy a migrációnak ott a legnagyobb az elutasítása, ahol nincsenek egyébként bevándorlók. Ezt megfigyelhetjük Magyarországon, ezt megfigyelhetjük Kelet-Németországban is, ahol most nagyon felerősödtek ezek a hangok, de azt látjuk a kutatásokból és a tapasztalatokból, hogy ahol az ember kénytelen együtt élni a bevándorlókkal, ott megpróbál alkalmazkodni ehhez az újonnan jött élethelyzethez és sokkal nehezebb egy olyan ember iránt uszítani a másikat, aki ott él melletted, megismered, látod, hogy milyen kultúrát hozott magával, és ő is érzékeli azt, hogy te milyen kultúrával rendelkezel ott a hazádban. Így azért sokkal nehezebb egy ilyen arctalan ö, veszély ellen félelmet kelteni az emberben, mint itt Magyarországon, ahol nincsenek migránsok, így Igazából, ha megfelelő médiagépezettel rendelkezik valaki, és át akar nyomni egy üzenetet, akkor egy ilyen láthatatlan ellenséggel szemben meg lehet szervezni a gyűlöletet. És ebben nagyon sikeres a Fidesz. Ugye korábban ködösen beszéltek, azt mondták, hogy az igazságszolgáltatás, Ugyan meg a korrupció, már korrupció, meg a jogállom is. Erről mindenki tudta, hogy nem, nem Ezek fedősztorik. Olyan hmm. Olyannyira kiderült ez, hogy legutóbb, amikor befejeződött a magyar igazságügyi rendszer átvilágítása, akkor maga Brüsszel mondta ki, hogy köszönjük szépen, a magyar igazságszolgáltatási rendszer minden európai sztendernek megfelel. Tehát ez nekünk van a legfrissebben átvilágított és jónak minősített igazságügyi rendszerünk egészen ja, ja. ja, ja, ja. egy-két hónappal ezelőtt. Ez egészen biztos ennek, senki ne nézzen utána, ezt Orbán Viktor itt bemondta, és hát bemondásra higgy el mindenki. Most át lettünk világítva, minden rendben volt, Oké, okay. mindenki nyugodjon le. Őt kiadták a Európai Uniós államok közbeszerzési rendszereinek az értékelését, hogy a közbeszerzéshez kapcsolódik a legtöbb korrupcióhoz. ott jön. sincs semmi baj. Csak kiderült, hogy a magyar közbeszerzési rendszerrel semmilyen Se... rendszer szintű probléma hogy Hát hogy lenne? Kiderült, hogy az Európai Uniós országok, közbeszerzési rangsorában előkelő helyet foglalunk el a minőség tekintetében. Hoppa. Tehát az már, Hoppa. az már régóta tudott dolog volt, amivel előhozakodnak, miért nem adják ide a pénzt, mi a bajuk Magyarországgal, az mind sületlenség, az csak egy blabla. A valódi probléma az a migráció, a gender, meg a háború. Ez kemény, ez kemény. Itt senki ne olvasson utána, ugye közpe, közbeszerzési anomáliáknak, illetve korrupciós ügyeknek, mert hát Orbán Viktor itt elmondta, és ezeknél az eseteknél, hogy az ilyen fajta retorikánál láthatjuk azt, hogy itt valójában nem a tények és az igazság írja a valóságot, hanem a hit és az alternatív valóságok. Ugye azt fogja valaki elhinni, amit el akar hinni. És itt Orbán Viktor kreál Magyarországnak egy összeesküvés elméletet. Azt mondja, hogy a jogállamiság a korrupciós gyanú, illetve ennek a felvetése, ez egy fedősztori volt. Ez egy hazugság volt, amelyet Brüsszel konstruált azért, hogy lenyomja a gender propagandát, illetve a migránsokat Magyarország torkán. De most elő kellett állni a farbával. Hogy miért? Azt nem tudjuk. Még csak nem is az történt, hogy Orbán Viktor maga leleplezte ezt, és lerántotta a leplet erről a hazugságról. Nem, itt Brüsszel valamiért önállóan előállt, mert már nem tudott tovább titkolózni a választások miatt, ugye ez egy elég gyengén megkonstruált összeesküvés elmélet Orbán Viktor részéről, de hát a hatékonysága az, az mindenképpen mérhető Magyarországon, mivel a kultúrharcra nagyon fogékonyak az emberek. Miért? Mert itt nincsen ennek igazából nyoma sem, viszont nagyon könnyen lehet ezzel ijesztegetni az embereket. De ezekben a kérdésekben nem tudunk engedni, még egyszer mondom, mert ezek fontosabb kérdések, az életnek értékesebb részei, mint a pénz. Így van, a kultúrharc által bebetonozott hatalom, az még mindig fontosabb, mint az Európai Uniós pénzek és az Európai Uniós intézményekbe való integráció. Ha így mondaná Orbán Viktor, akkor egyet lehetne vele érteni, viszont ha ezt egy összeesküvés elméletre fűzi fel, és a Magyarország eltiprására, illetve etnikai homogén jellegének megszüntetésére vezeti ki az egészet, akkor itt már akár egy ilyen ö, fasisztoid retorikát figyelhetünk meg. És ezek a témák egyébként szerepeltek a pénteken lezárult, vagy a napokban lezárult, szelde, szerdán lezárult nemzeti konzultációban is. Na, a, a másik, a nemzeti konzultáció. Nézzük az álkérdést, mi következik. Hogyan értékeli ezt, miben lehet ez segítség a kormánynak, ezekben, akár ezekben a vitákban, amelyeket Brüsszel elfolyt? Most, ha egy más típusú műsorban lennénk, és több időm lenne, akkor érdekes beszélgetést folytathatnánk. De mi az, ha más típusú műsorba lehetnénk? Itt olyan típusú műsorba vagyunk, amilyet Orbán Viktor szeretne. Miért feltételes módba beszél erről? Én ezt nem szeretem egyébként YouTube-on se, meg tévébe se szerettem soha, amikor azt mondják, hogy jaj, hát ennyi fért mai műsorunkba, erre sajnos nincsen idő, de tévében is mindenre lehet időt szakítani, egy ilyen rádió műsorban is, ami streamelve van a Youtube-on, meg pláne az ember olyan terjedelemben és olyan témákat érintve tud beszélni a dolgokról, amilyen terjedelemben akar, amilyen témákról csak szeretne beszélni. Itt Orbán Viktor elmis másolja a mit is, amire sajnos nincsen időnk. Talán egymással arról, hogy Mit értenek nyugaton nemzet, nemzeti közösség összetartozás alatt, és mit értünk ez alatt mi itt Közép-Európában, különösen mi magyarok? Uh -huh. Ugye a mi nemzeti összetartozásunk az ezer évre megy vissza. A e nemzet jelenségét Nyugat-Európában ilyen 1 száz éves jelenségnek tartják egy ilyen fejlődési eredménynek. Hát igen, ezt a tudományos konszenzus teljes mértékben ö, elfogadja, vagy hát ezzel nincs igazából komolyan vehető és ezzel vetekvő álláspont. Ez, e, hát ez, ez azt gondolom, hogy nem vitatárgya a tudományos körökben, és az, hogy Magyarországra azt mondjuk, hogy ez egy ezer éves nemzet, az, az nem más, mint egy ilyen mítikus múltnak a megkonstruálása és a tudománynak a semmibevétele. Nem? Dehogy nem. De nekünk ez született képességünk, mert született képesség. a miután mert mi jobbak vagyunk, mint a többi európai nemzet, vagy itt milyen kiválasztottság, tudatot akar adni Orbán Viktor a magyarságnak? Ez nagyon érdekes kérdés. Nincs rokon, nincsek rokonaink körülöttünk, egyedül vagyunk, a nyelvünk ezer éve definiál bennünket, mint önálló közösséget. Hát a nyelvünk, azt nem tudjuk, hogy mióta definiál pontosan minket, mivel ezer évre visszamenő feljegyzések, írásos feljegyzések ugye nincsenek a magyar nyelvről. A Sudár Balázs történészre tudok itt hivatkozni, aki azt szokta mondani, hogy a honfoglaló magyaroknak nem tudjuk, hogy mi volt a nyelve. Nem tudjuk, hogy a Kárpát-medencébe érkező magyar törzsek milyen nyelven beszéltek. De itt Orbán Viktor, teljes magabiztossággal kijelenti, hogy mi egy ezer éves nemzet vagyunk, ami egy teljesen történelmietlen és tudománytalan kijelentés, mivel a nemzetállamok egy néhány évszázados társadalom tudományi fejlődésnek az eredményei voltak, ahogyan ezt itt elhazudja Orbán Viktor. Ha azt mondaná, hogy a magyar államiság az ezer éves, akkor azt elismerném, sőt, még azt is lehet mondani, hogy a magyar államiság az még a Kárpát-medencébe jövetel előtt megtörtént, ugyanis Levédiában, ugye a, a fejedelemséggel már az államiság ő, alapját fektették le, ugye a törzsek, utána jött a, a haza elfoglalása, ugye a Kárpát-medencében, ami ugye nem volt üres, és nem tudjuk, hogy milyen nyelven történt ez a. Ez a hazafoglás, honfoglalás ezer éves kereszténységnek egészen nyugodtan mondhatjuk magunkat, és akár büszkék is lehetünk erre, ez egy nagyon jó dolog volt, úgy gondolom, de azt állítani, hogy mi már magyar vándorló, urálon túli törsként is egy nemzet voltunk, az meglehetősen tudománytalan, és egy fals, misztikus múltat épít. Ezért az összetartozás, az életösztönök, hogy mi egy közösséghez tartozunk, és boldogulni és együtt tudunk, és az egyéni boldogulás is úgy kell, hogy megoldani az egész közösség javára is váljon. Szóval ezek a mély nemzeti gondolatok, ezek Magyarországon nagyon erősek. Na, ezzel már itt egyet tudok érteni, és ezek gyönyörű szép gondolatok lennének, ha nem Orbán Viktor mondaná. Ezzel azt gondolom, hogy minden jó érzésű, konszenzus kereső magyar egyet tud érteni, de Orbán Viktor ugye nem ilyen magyar, ő a megosztottságban, a törzsi ellentétekben és a folyamatos árokásásban és ellenségkeresésben érdekelt. Orbán Viktor mindig meghatározza, hogy kik vagyunk mi, mi a mi törzsünk, és hogy kikkel szemben harcolunk. Amiről itt beszél, az együttműködés, a bajtársiasság, az összefogás az sajnos ma nem Magyarország sajátja. Nagyon jó lenne, ha erre lennének politikai törekvések, de ez ugye semmilyen mértékben nem történik meg. És ha ilyen tekintetben beszélne egyébként magyar nemzetiségről és magyar összetartozásról, akkor még egy ilyen tudománytalan, de filozófiai értelembe vett igazság magva lenne az egésznek, mert az egyébként tényleg egy csoda, hogy egy nomád törzsi nép keletről jöve ezt a nomadizmusát levetkőzve Államot alapított, és meg tudott maradni ezer éven keresztül itt a Kárpát-medencében, hogy gyakorlatilag teljesen egyedi és semmiből nem következő nyelvvel rendelkezik. Az önmagába véve fantasztikus, elképesztő és egyedi. Ilyen szempontból tényleg a Kárpát-medencében egyedi a magyarság, de ebből még nem kell egy tudománytalan és misztikus, ő kiválasztottság, tudatot bele projektálni, illetve konstruálni a múltunkba. Ezt én nem gondolom egy helyes dolognak. És a konzultáció ez bizonyítja, hogy modernkor ide tömegkommunikáció, oda elektromos kütyük, ide meg kütyük. oda. Azért mégiscsak a hazám-hazám az a dal, amire minden magyar szíve megmozdul. Hát Akár nekem nem, mondjuk. Tehát a nemzeti konzultáció arról szól, hogy ez még megvan. Nekem rádióhedre hát mozdul meg a szívem, de most ez minden. Hajlandó volt ott a konyhaasztal mellett előven egy kérdőívet, kibogarászni, megérteni, kitölteni, visszaküldeni? Hú, azért azt a kérdőívet kibogarászni, megérteni, elemezni, a, a visszásságait, illetve szellemi komplexitásait megérteni, és ennek fényében egy felelős ö, magyar honpolgári döntést hozni a kérdésben, hát. Ez azért tényleg komoly, komoly energiákat követel meg. Elképesztően leegyszerűsített, buta kérdésekre egy nagyon primitív, buta válasz. Ez a Nemzeti Konzultáció. A komplex kérdéseket a végletekig leegyszerűsítve, propagandisztikusan az emberek torkán le kell nyomni. Ez a Nemzeti Konzultáció mindig is ez volt mert úgy gondolták, hogy az ország szempontjából fontos, ez összefügg a, ahogy mondja a kérdői víz, a szuverenitással, a nemzeti függetlensége meg a szabadsággal. Ez nem egyszerűen csak pozitív visszhangra talált sok millió magyar szívében, hanem másfél millió embert még valami akcióra is késztette, hogy vissza kitölts és visszaküldje ezt a... Ó. Ez nagy dolog. Na, amúgy hát, politikai tekintetben még azt is mondhatjuk, hogy ez egy nagy dolog. Nem vagyok biztos benne, hogy ezek az adatok valósak, hogy másfél millió ember kitöltött és visszaküldte, de legyünk jó hiszeműek Orbán Viktorral szemben, oké, okay, tegyük fel, hogy ez megtörtént, valóban ezt értelmezték az emberek, elolvasták, kitöltötték és visszaküldték. Itt Orbán Viktor egy hatalmas politikai teljesítményt hajtott végre, és nagyon jól érzi, a magyar nép részéről, hogy mi az a szellemi tevékenység és az a politikai cselekvés, az az aktivitás, amire képes a magyar ember. Az, hogy egy ilyen tíz végtelenül lebutított, primitív kérdésre, tíz végtelenül primitív, egyébként előre megjelölt, ö, elsőként felsorolt választ adjon, és ezt bedobja a postaládába, úgyhogy az egész ingyenes lesz a végén, még nem is jön ki mínuszba az a politikai, szellemi és politikai aktivitás tekintetében a maximum, amit egy magyar embertől Orbán Viktor elvár, szerintem ez nagyon nagy mértékben alul kalibrálja az embereket, és szerintem sokkal komplexebb szellemi teljesítményre is képesek vagyunk, és sokkal komolyabb politikai cselekvésre is képesek a magyarok. Én nem nézem le ennyire, a magyarságot, mint amennyire Orbán Viktor lenézi. És valahogy valami ilyesmi szellemi tevékenységet szeretnék ezzel a csatornával is elindítani. Ez lehet, hogy egy naív gondolat, de én hiszek abba, hogy most nem a politikai cselekvésnek van az ideje, hogy az utcára vonuljunk, aki ezt hangoztatja, hogy ma Magyarországon nem kell más csinálni, mint hogy kivonulni az utcára és megdönteni az Orbán rendszert, azok semmit nem értettek meg az elmúlt évtizedből, akik így gondolják, és úgy vannak vele, hogy most nem szellemi tevékenységet kell elvégezni, hanem megdönteni békés erőszakkal a rendszert, az, az tényleg nézze a dévvilágát, annak semmi keresni valója nincsen itt az én csatornámon. Sziasztok! Hello! Tehát, hogy Magyarországon ez a nemzeti érzés megvan, az összetartozás érzés megvan, ezer év után is, ez egy óriási előnye ennek a közösségnek. Mert együtt mindig könnyebb boldogulni a világban, mint egérutakat keresni, és külön-külön megpróbálni érvényesíteni az érdekeinket. Jaj, de szép lenne, ha tényleg erről szólna Orbán Viktor politikája, hogy egyesíteni a nemzetet, mindenkinek egy boldog jövőt biztosítani. O? Persze az egyéni erőfeszítés nem adható föl, mert a nemzethez tartozás, a minőségi munkát meg a teljesítményt nem váltja ki. Tehát attól, hogy magyar vagy, még valamit le is kell tenni az asztalra. De nem mindegy, hogy amit leteszünk az asztalra külön-külön, az végül összeadódik -e egy közös jövővé. És nálunk összeadódik. És ez, ez, egy nagyon erős politikai megkülönböztető jegye a magyaroknak. Ezt nyugaton persze nacionalizmusnak nevezik, az elvadultabb balosok, meg még fasizmusnak is, de nekem semmi köze nincs, ez pozitív <laughs> dolog. Nem, Orbán Viktor, nem ezt nevezik fasizmusnak a baloldali elemzők, illetve a baloldali gondolkodók teljesen mást neveznek fasizmusnak, majd egyszer érdemes azt is megvizsgálni, hogy milyen pontok mentén értelmezhető a fasizmus, illetve hogy ebből mennyi vonatkozik Orbán Viktor politikájára, hát kellemetlen egyezések vannak úgy gondolom, ha itt tisztán, tisztán tényszerűen politika -filozófiai szempontból megvizsgáljuk ezeket felhőkben volt, a nagy, meggyötört bennünket az év, de az, hogy ezen túljutottunk, ezt megoldottuk, hogy egy könnyebb évvel nézünk, egy jobb évvel nézünk, és hogy ezt együtt oldottuk, meg nem egyéni menekülőpályákat találtak a magyarok, hanem az egész ország túljutott ezen, ez megerősíti szerintem a képességét a magyaroknak arra, hogy egyre jobb és jobb teljesítményt nyújtsanak a világgazdasági versenyben is, tehát emeli az ország életminőségét, és sikeres nemzetét tesz bennünket, amire igencsak szükségünk van micsoda szeretet, már-már szerelem van a műsorvezető arcán, amikor Orbán Viktorra néz, micsoda áhítat, micsoda rajongás figyelhető meg rajta. Nagyon szép romantikája van ennek, és nagyon érdekes, amit itt Orbán Viktor mondott, és érdekes megfigyelni azt is, hogy a 2023-as év valóban egy nagyon nehéz év volt a kormányzás tekintetében, és az, hogy mindenféle politikai veszteség nélkül ebből száraz lábbal ki tudott jönni Orbán Viktor, az valahol az ő politikai alkalmasságát és az ellenzék politikai impotenciáját mutatja meg újfent. De itt hozzá kell tenni azt is, hogy nem feltétlenül rossz dolog az, hogy ebből a politikai krízisből nem tudtak az Ungár Péterek és a Gyurcsány Ferencek megerősödni, félreértés ne essék, én nem ezt tartanám előnyösnek, de az, hogy semmiféle politikai hasznot egyik ellenzéki párt sem tudott ebből realizálni, az valami elképesztő legitimitást ad a rendszernek. És teljes mértékben alása azt a gondolatot, hogy itt politikai cselekvéssel, önmagában, és egy kritikus tömegnek az utcára vonulásával ezt a rendszert meg lehetne dönteni. Ez abszurdum. Itt gondolkodni kellene az okokról, a, a kiváltó eseményekről, illetve arról, hogy miféle szellemi cselekvést kell itt elvégezni, mert az, hogy önmagában gondolkodunk és beszélünk a dolgokról, és párbeszédben akár vitatkozunk, az valamilyen szinten elmélet, de bizonyos szempontból egy politikai cselekvés is, még ha nem is ugyanaz, mint utcára vonulni és tüntetni, ami látjuk, hogy milyen mértékben működött az utóbbi években. Úgyhogy továbbra is erős ország, erős nemzet vagyunk. Kérdés, Ez, hogy ez biztos. ezt ennek a másfél millió embernek a hangját, ezt meghallják -e az utolsó kérdés. Akik állnak Magyarországgal, vagy azok a körök, akik ezek mögött a viták mögött állnak? Hát ilyenkor ugye ez attól függ, hogy milyen a postás? Mert ezt az üzenetet valakinek el kell, hogy én vagyok az, tehát bízhatnak bennem, hogy ezt meg fogják hallani. Így van. Orbán Viktor a postás, a közvetítő, ő az, aki a magyarok üzenetét elviszi majd Brüsszelbe. És a kígyó nyelvű bürokraták elé dobja, és ezzel meg is vívja saját szabadságharcát. Értünk a magyarságért. A magyarság további ezer éves fennmaradásáért. Nem akarjuk, hogy arab terroristák tönkretegyék a magyar tradíciókat, és ellakják tőlünk az országot. Nem akarjuk, hogy női ruhába és tolboába beletekert ö, buzi aktivisták neveljék innentől kezdve a gyerekeinket. Ilyet nem játszunk Magyarországon.